A Magyarországi Néptánc Antológia gála műsorán az elmúlt év legkiemelkedőbb műveit és legszínvonalasabb nem hivatásos előadóit láthatja a közönség. A műsorban mintegy 500 néptáncos és népzenész lép színpadra, és eleveníti meg a Kárpát-medence kivételesen szép és értékes folklórját. Évente egyszer, tehát egy alkalommal szerveznek meg ezt a bemutató jellegű reprezentatívnak számító fesztivált, amin az előző év legjobb vagy legjobbnak becsült koreográfiai műsorszámai láthatóak. Fölnőtt antológiát, gyermek és ifjúsági antológiát szerveznek, amelyen a Kárpát-medencéből a legjobb 10-12 műsorszám szokott bemutatkozni. Az Óbecsei kis cimbora gyermekcsoport először 2010-ben lépett fel Budapesten az ifjúsági antológián, és most ismét lehetőségük nyílt bemutatni tánctehetségüket. Fölléptünk még tavaly Szegeden és Pápán, és a zsűri onnan juttatott tovább minket a néptánc antológiára. Bodrogközi táncokat adtunk elő, a koreográfia címe Tisza szélén lakom. Magyar szólót, játékokat, táncokat láthattak tőlünk. Hát ez nekünk egy nagy elismerés a szakma részéről, mivel, hogy ahogy mondtam is, ez a Kárpát-medencei szintű gála műsor, ez csak egyszer látható egy évbe, és ide nem juthat el mindenki. A gála műsoron való fellépés után pedig folytatódnak a kitartó próbák, hiszen a magyarországi fellépések mellett számos itthoni rendezvény résztvevői is. Most Szegedre készülünk a 100-szor szép gyermek és ifjúsági fesztiválra, ahol minden évben bemutatkozunk, és ott is már volt alkalom, hogy a zsűri a gála műsorra is tovább juttatott bennünket. Ott jársági táncokat fogunk bemutatni, és ezen kívül még a kőketáncra is készülünk. A kis cimbora gyermekcsoport 2004-ben alakult. Tagjai általános iskolások, akik a néptáncot és népzenét igyekeznek a legjobb tudásuk szerint megtanulni és bemutatni, amit az elért eredményeik a hazai és külföldi elismerések is bizonyítanak.